Közúti közlekedési baleset történt a 4-es főút 170. kilométer szelvényében. Az elsődleges információk szerint egy járműszerelvény közlekedett Debrecen irányából Szolnok felé, majd forgalmi okból fékezett. A fékezés következtében a mögötte közlekedő tehergépkocsi a járműszerelvény pótkocsijának nekiment hátulról. 4 jármű volt érintett abban a balesetben, amely a 4-es számú főút karcagi szakaszán történt. 2 teherautó, egy kis teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. A teherautók élelmiszert, illetve elektronikai cikkeket szállítottak. A baleset során az egyik teherautó tengelye kitört és az árokba csapódott, oldalára borult. A karcagi és a püspökladányi hivatásos mellett a szolnoki hivatásos tűzoltók is a helyszínre vonultak, az egységek áramtalanították a járműveket, illetve az egyik gépkocsi körül megtisztították a környezetet a növényzettől. Ide majd tűzoltódarú fog érkezni, és ki fogja emelni a teherautót az árokból. A tehergépkocsi mögött közlekedő személygépkocsi pedig nekiment a tehergépkocsinak, ami az ütközés következtében áttért a menet iránya szerinti baloldali forgalmi sávba, és ott összeütközött a vele szemben közlekedő járműszerelvénnyel. A szemből közlekedő járműszerelvény az ütközést követően lehajtott az útmenti árokba. A baleset következtében 2 megsérültek. A rendőri helyszínelés idejére az érintett útszakaszon teljes útzár volt érvényben. Nagy valószínűséggel ez a baleset nem következett volna be, ha a közlekedők a szükséges követési távolságot betartják. Vezessünk körültekintően, a közlekedési szabályokat betartva.